Április 6-án ifjúsági véradást rendeztek. Milyenek az ifjúsági véradásnak a jelentősége? Minden évben kétszer rendezünk ilyen véradást, ami kifejezetten azt jelenti, hogy ilyenkor ugye az ifjúsági korosztályt várjuk, vagyis mind a három középiskolából a 18. életévüket betöltött diákokat várjuk erre a véradásra. Kifejezetten az ő figyelmüket hívjuk föl magára a véradásra, a véradás jelentőségére, mivel már felnőttek, tehát betöltötték a 18. életévüket, és ha egészségesnek érzik magukat, akkor ugye jöhetnek erre a véradásra. Azért is így csoportos, tehát diák véradásként szervezzük, mert talán, hogyha egymást hívják, egymásnak mondják, hogy jöjjenek el véradásra, akkor talán többen jönnek el. A gimnázium 12-es osztálya, illetve a 13-os, 14-es osztályuk is, tehát voltak itt már 19-20 éves diákok, felnőttek is. És mik a tapasztalatok a mai véradással kapcsolatosan? Hál' Istennek jók, tehát mind a három középiskolában jártam tegnap, ahol elmondtam ugye a véradásnak a jelentőségét, illetve hogy ugye a vér az mással nem pótolható, tehát csak tehát akinek szüksége van vére, ugye az csak más ember által levett vérből lehet pótolni, és ugye az egy embertől levett 4,5 deci mennyiségből másik 3 embert lehet megmenteni. Mikor lesz a következő véradás itt a művelődési házban? A legközelebbi véradás nem a művelődési házban lesz. Április 27-én a Kossuth úti iskolában lesz egy rendkívüli véradás, vagy irányított véradás. Ez azt jelenti, hogy egy fiatalembernek, egy fiatal fiúnak szeretnénk segíteni. Lázár Mikiről van szó. Ugye, aki nagyon sokszor Budapesten kell, hogy kezeljék, és sok vére volt már eddig is szükség, és majd még sajnos lesz is, és ezért kifejezetten neki, és ugye a többi kisbetegnek szeretnénk segíteni, ezért mindenkit nagyon várunk a Kossuth úti iskolában április 27-én, 8 órától egészen délután 1-ig, és kérdezték már többen, hogy mi Miki vércsoportja, tulajdonképpen mindegy, tehát nem csak kifejezetten ugye neki kell a vér, hanem mindenki másnak is, tehát mindenféle vércsoportú embert várunk, hiszen hogyha valakinek szüksége van vérre, és valaki föl szeretné neki ajánlani a saját vérét, nem baj, hanem azonos a vércsoportja, mert az intézmény úgyis elcseréli. Igaz, hogy a véradás ingyenes és önkéntes, de úgy hallottam, hogy idén kapnak valami ajándékot a résztvevők. Igen, a múlt havi véradáson is, illetve ezen az ifjúsági véradáson is, illetve még a következő véradásokon majd fognak kapni a véradók. Nem a reklám miatt mondom el, egy 10.000 forint értékű vásárlási utalványt, amit üdülésre lehet beváltani. Miért érzed fontosnak azt, hogy vért adj? Próbálni segíteni másoknak. Ez az első véradásod, izgulsz előtt? Nem. Jött-e még valaki abból az iskolából, ahonnan te érkeztél? Páron más osztályból még jöttek, az osztályomból nem.